A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Hát mai napi vendégemről egyértelműen el tudom mondani, hogy munkája a szenvedélye, szenvedélye a munkája, amelynek középpontjában Székesfehérvár és Magyarország áll. Vendégem a stúdióban Varga Tamás országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár és honvédelmi miniszter helyettes. Köszöntelek nagy-nagy szeretettel. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. Tegeződni fogunk, régóta ismerjük egymást, nem is tudnánk szerintem úgy beszélgetni egymással, hogy magázódunk, és ez a beszélgetés tényleg egy őszinte... Nagyon furcsa lenne. Nagyon furcsa lenne, így van. És ez a beszélgetés most nem szakmai lesz, hanem egy őszinte, inkább magánemberi, magánéleti beszélgetés. Ugye erről az oldaladról viszonylag kevesebbet tudunk és hallunk, mert rengeteg munkád van, nagyon-nagyon sok feladat van, nagyon sok olyan dolog, amit teljesíteni kell, és emellett nyilván ezekre a kérdésekre az év közi nagy-nagy hajtásban nem jut idő. Ezért gondoltuk, hogy karácsony előtt picivel beszélünk erről az oldaladról is. Említettem, hogy rengeteg dolgod van, ugye államtitkárként, miniszterhelyettesként, országgyűlési képviselőként nagyon sok feladatot kell teljesíteni. Pont ezért érdekelne meg szerintem a nézőket is, hogy hogy telik egy napod, egy teljesen átlagos napod, mert amit én látok a közösségi oldaladon, utazol, külföld, Magyarország úton vagy, tehát gondolom, hogy nagyon-nagyon strapás, és pont ezért kérdezném. Igen, hát az utazás az valóban egy nagyon fontos és kihagyhatatlan része a mindennapoknak, hiszen Budapest és Székesfehérvár között kell alapvetően megosztanom magam, az életem, a munkám, az időt, a nap nem is tudom hány óráját, biztosan nem 8, sokkal, annál sokkal több. Én szeretek korán kelni, korán bent lenni az irodában. Ugye az államtitkárság az tulajdonképpen ugyanaz, mint a miniszterhelyettesség, mindig kérdezik, hogy és akkor mi a különbség, és hogy szólíthatnak. A miniszterhelyettes megnevezés csak arra utal, hogy a parlamenti államtitkára, a mi hagyományaink szerint, talán már a harmadik ciklusban, kimondottan és megnevezetten is miniszterhelyettesként a miniszter helyettese. A parlamenti ügyek mellett általában a parlamenti államtitkároknak nincsen más feladata, csak az, hogy a parlamentben képviseljék a tárcát. Nekem van, talán beszéltünk is már róla, minden olyan feladat a parlamenti államtitkárhoz tartozik, ami a katonai örökséggel függ össze. Ez intézményként a Hadtörténeti Intézetet és múzeumot jelenti természetesen, de ezt a munkát segíti a Honvédelmi Minisztériumban belül egy katonai örökség főosztály, és talán az örökséggel is összefüggésben van a tábori lelkészi szolgálat, a katolikus, a protestáns tábori lelkészek, illetve a tábori rabbik munkája. És egyébként miniszterhelyettesként mind a miniszterhelyetteséhez tartozik, amivel a miniszter megbízza. Tehát minden, vagy semmi, és semmi, tehát, de inkább minden. Uh-huh. És természetesen a fehérvári ügyek, hiszen a legfontosabb az országgyűlési képviselőség, az az alapja mindennek. Először a választókörzeteket kell megnyerni, és a választókörzetek megnyerése az a biztos alap, amire a kormányzást lehet építeni, a parlamenti többségre épül a kormány megbízatása, és ezt követi majd a miniszterelnök eskütétele, a miniszterek eskütétele, államtitkárok eskütétele. De ez az alap, és ez a legfontosabb, és mi mindannyian, akik országgyűlési képviselők is, és államtitkárok is, vagy miniszterek is vagyunk, igyekszünk ezt minden nap a szem előtt tartani, hogy,
hogy ez a legfontosabb, és minden más munkát úgy alakítani, természetesen azt is el kell végezni, hogy erre mindig jusson idő. Igen, amennyit felsorolt erre nap 24 óráján, úgy látom, hogy nem is nagyon elegendő. Tehát pont jól mondtad, hogy ez nem egy 8 órás munka, tehát nem úgy van, hogy kijövök a hivatalból, nevezzük az bármelyik stációnak éppen a napi rutinodból, napi menetrendedből, és akkor vége van, nem, ez egy folyamatos munka, itt nincs hétvége, nincs ünnep. Nincs hétvége, nincs ünnepnap, hiszen az ünnepnapokon is történik valami. Hát akkor is ott kell lenni valójában. Székesfehérváron megemlékezés, ünnepség, most igazgatási szünet lesz a közigazgatás. Ugye az energia árak megugrása miatt, amelyet a hibásan meghozott szankciók okoznak, nem csak Magyarországon, nem szerte Európában, emiatt december 22-től január 8-áig vasárnapig igazgatási szünet lesz, de ez nem jelenti azt, hogy itt Székesfehérváron megáll az élet, mert január 1-én csak így közepéből kiragadjunk, egy napot lencsét fogunk osztani a hagyományokat. De ezt már tudjuk, hogy akkor ez is lesz. Ez lesz. Na, nagyon jó, nagyon szuper. Lesz. Készülünk rá. Pont ezt szeretem volna kérdezni, hogy nektek van olyan, hogy leállás, szünet, úgy, mint mondjuk a hivatali dolgozóknak, vagy egyéb kormányzati szerveknél? Lesz, tehát lesz akkor ilyen ez az időszak. A minisztériumokban természetesen ügyeletet fogunk tartani, ami hát a mai világban nem igényel irodai jelenlétet, hanem telefon mellett és online leszünk elérhetőek, mert bármikor bármi történhet természetesen. Bízunk benne, hogy nem fog, de ügyelet lesz ebben az időszakban is. De azt hiszem, hogy mindannyian megpróbálunk kiszakadni egy kicsit a napi rutinból és a családunkra, gyerekekre, unokákra koncentrálni. De erről is beszélünk majd a folytatásban. Még egy fontos dolog, ugye, amiket felsoroltál, azért ez nagyon komoly agyi tevékenység, tehát pszichés és nagyon komoly fizikai tevékenység is, tehát itt tényleg bírni kell a strapát. És nyilván az, hogy valaki bírja a strapát, töltődnie kell, hogy te szoktál-e töltődni, tehát van-e valami olyan dolog az életedben, amitől, ami által töltődsz, vagy van-e egyáltalán szükségedre? Azért kérdezem, mert én is fanatikusa vagyok a munkámnak, tehát nekem alapvetően a munkám az, ami adja a töltést, ami nem biztos, hogy egészséges, és ahogy ismerlek téged, nagyjából te is hasonló lehetsz ebből a szempontból. Igen, egyik munkából esünk be a másikba, vagy megyünk a másikba. Igen. Természetesen készülünk mindegyikre, de valóban a töltés javát maga ez a munka és a munka szeretete, az a szenvedély adja, amiről te is beszéltél. Tehát, hogy ha a munkád a szenvedélyed is, akkor ez a szenvedély természetesen visz előre, és igen, akarod csinálni, és nem csak megtalálod, hanem keresed is a munkát, a lehetőséget, hogy csinálj valamit. Tehát én is ez a 13. év, hogy országgyűlési képviselő vagyok, 10 éve vagyok államtitkár a Honvédelmi Minisztériumban, Külügyminisztériumban, most ismét a Honvédelmi Minisztériumban, tehát, és azt is kérdezték, igen, hogy nem unod még. Nem, én a tanítást sem untam. Tehát azt is csináltam több mint 20 éven keresztül, és ott is még megkérdezték, hogy nem unod a present perfect, tehát megint megtanítani. Igen. Ez ugyanaz. Igen, az ugyanaz. De mindenkinek más kihívás megtanítani. Ez is ugyanaz, de mégsem, mert most 2022-t írunk, jövőre 2023 lesz. Természetesen a munkatársaim egy része változik, a másik része nem. A kormányzatban is az államtitkárok is változtak, másokkal dolgozunk együtt, de igen, ez. De természetesen kell. De családban gondolom mondják, nem, hogy kicsit vegyél vissza, ülj le közénk, engedd már el, ne mindig ezzel, ugyanaz mi nekem. Én igyekszem, tehát amikor otthon vagyok, akkor igyekszem otthon lenni. Uh-huh. Én tudom, hogy ez nagyon idegesítő a családomnak is, és a feleségemnek is, amikor úgy tudja, hogy akkor én most intenzíven otthon vagyok, és csörög a telefon, az biztos, hogy nem öröm. Nekem sem öröm. Persze. Mert úgy gondoltam, most akkor két napig én otthon vagyok, két napig a gyerekekkel úgy vagyunk, vagy az unokákkal vagyunk, valamit programot csinálunk, és mégis csörög a telefon,
És akkor azt nem tettem meg, hogy nem veszem fel. Persze, világos. Azt nem tettem meg, hogy nem veszem fel. Azt sem tettem meg, hogyha ha valamiért nem vettem fel, mert vasárnap a misén voltunk, akkor nyilván lehalkítom a telefon, de utána vissza kell hívnom, aki keresett. Tehát ennek én sem örülök, ők sem örülnek, de én igyekszem, amikor otthon vagyok, akkor otthon lenni, és amikor dolgozom, akkor dolgozni. Ami nem jelenti azt, hogy egyik és vagy a másik alatt az éppen munka közben nem foglalkozom, nem gondolok azokra a feladatokra, ami a családommal. Persze. De ez kell egy olyan család, egy nagyon megértő, nagyon toleráns család, aki belátja ezt, hogy neked ez a hivatásod, ez a feladatod, ez a munkád is igazából. Igen, igen, és az a jó, hogy ők ebből, De tudják kezelni akkor. Nem csinálnak gondot abból sem, hogy most olyan munkám van, hogy néha látnak a tévében, vagy néha látnak vagy hallanak a rádióban, vagy... Tehát ezt ma már mindenki persze természetesen fogadja, kezeli. Az unokák is tudnak valamit erről, jópofán is érdekesen szokták ezt megfogalmazni, tudják, hogy a parlamentben dolgozom, nyilván nem tudják még. Tehát persze annyira a legidősebb is, hogy 8 éves, nem tudja még, hogy egy parlament, egy országgyűlés mit jelent. De ezt így tudják, hogy én ott dolgozom. Na, az már jó, nagyon jó kezdetnek. Ők ezt már tudják. Papír parlamentben van. Ott van mindig szép ruhában, felszólal, utazik sokat. Igen, a tévében nem látnak, mert tévét nem néznek, de, de ennyit már tudnak. De ezt természetes dolognak kezelik. Persze. És ez a jó, azt hiszem. Nem. Így van. Ezt nem kell valami különlegességünk tekinteni, mert nem is az. Nyakunkon a karácsony, ugye mindenki nagyon-nagyon készül, Jézuskával, ugye kokettál, készül arra a háziasszonyok, főleg, hogy főzzenek, legyen menü, és nagyon sokszor előfordul manapságban az, hogy férfi emberek ugyanúgy kiveszik a részüket ebből, tehát segítenek, mint az asszonynak a konyhában, felkötik a köténykét. Te mennyire vagy ilyen típus, vagy ha ilyen típus vagy, van-e rá időd, vagy egyáltalán nem vagy ilyen típus? Nem futok el, vagy nem idegenkedem semmilyen ilyen feladattól, semmilyenkor karácsony előtt, karácsonyi ünnepkörben, nyáron sem. Tehát én egy-két dolgot meg tudok csinálni a konyhában, és hogyha ha otthon vagyok, és látom, hogy erre szükség lehet, vagy ezzel segítek, akkor én ezt megcsinálom. De nem tudok sok mindent csinálni, vagy van egy-két élet, tudok húst sütni, például megsütni, tudok rántott húst sütni. Ma már az unokák segítenek, ugye az nem fontos, hogy megfelelő sorrendben paníroz, abban szoktak az unokáink segíteni, de amikor kell és amikor van időm, akkor én elmegyek bevásárolni. Tehát ugyanúgy elmész a boltba, ugyanúgy, mint a többi. Amikor van rá idő, nyilván persze. Igen. Hát ilyenkor kell, hogy több legyen. Kell ugye Jézusra fejével is gondolkozni, mert karácsonyfára is szükség van. Azt te szerzed be, de karácsonyfát egyébként te szoktad beszerezni? Igen. Te mész elért a piacra, így a Fehérvárra gondolom. Az fontos, hogy... Megszerzed. Na, annak a szállítása nem könnyű. Az nekem fontos, hogy... És a méret... A méret az mindig a méret az lényeg. Vitatárgya. Ja, értem, mekkora legyen? Az vitatárgya a feleségemmel közöttünk, hát nagy vita nincsen, de ő mindig szeretné a magasságot csökkenteni, én pedig mindig elképzelem a gyerekeket, most már az unokákat, de gyerekeink sem nagyon békélnek meg egy pici fával. Tehát ők is úgy arra számítanak, hogy ez egy nagy fa. De segítenek díszíteni, tehát ők az angyalkák. Közed alá dolgozni. Nagyobb gond, hát nagy fa, nagy gond. Hát ez így kis van. Kisebb gond, természetesen. Igen, be kell vásárolni ilyenkor, jól előre kigondolva, hogy mi lesz a karácsonyi menő, hányan leszünk. Hát igen, ezek nagyon nehéz feladatok. Mi legyen, kell, hányan lesz? Megbeszéljük a feleségemmel, hogy akkor mit főzünk. És most mi lesz? Van már egyébként valami tervezet, hogy mi lesz? Halasok vagytok, vagy kerülitek inkább alatt, vagy van ebből és abból is, hogy mindenkinek legyen a kedvére való? A karácsony esti menő az általában
egyetlen meleg étel része van, ez a borleves, ami egy hagyomány a feleségem családjában, és ezt ő megcsinálja. És az finom egyébként? Jó a borleves? Sokan nem legetik, soha nem ettem, még finom. Érdemes igen, próbálni a nézőknek igen, is. Igen. Aha. Na. Hát kicsit hasonlít a forralt borra. Aha. Csak kanalazni kell nem inni. Csak tányérra veszed, kanállal, és azt hiszem, hogy van benne tojás is. Igen, néztem receptet, soha nem csináltam, de én is láttam ezt egyébként. Igen. A szentest az hogy zajlik nálatok egyébként? Tehát borleves akkor van. Mi komolyan veszük, hogy jön a Jézuska. Jön a Jézuska, persze, ezt kell is. Halálosan komolyan veszük, és megvárjuk, amíg csenget. Aha, tehát csenget is. Angyalok, igen. Aha, és akkor bemennek az unokák, gondolom, nagyon nagy. Csengetnek az angyalok, és hangzavar. És előre engedjük a fiatalságot. Hogy... És a felnőtteknek is jön a Jézuska nálatok? Természetesen. Hát, tehát mindenkinek hoz valami kis apróságot a Jézuska. Igen, hát azt szerint, hogy mennyire voltál jó. Hát mennyire voltál jó. Igen. Hát az Jézuska tudja. Hogy... Igen. És 25-26-a, tehát ezek te igazi karácsony, akkor családlátogatás, jöttök, mentek, vagy hozzátok, van egy bázis, és akkor hozzátok jön. Hát mi szeretjük, hogyha ha hozzánk jönnek. Ugye minden évben ezt újra ki kell találni, mert a legidősebb unokánk december 26-án született, tehát neki pont igen, karácsonykor van a születésnapja, de igyekszünk valahogy úgy szervezni a dolgot, hogy ez külön legyen. Tehát a karácsony az az egyik igen, dolog, az ő születésnapja pedig a másik dolog. Ez egy nagyon nehéz megoldani, de hogy ne érezze azt, hogy na, akkor jött a karácsony, és akkor letudtuk, és akkor, ja, akkor valamelyikre gondolj, hogy az a te születésnapra ajándékod. Szép dolog. Azt nem szerintem, én se szerettem volna. Én nagyon örültem, hogy a Tamás nap az több lehetőség, decemberben éppen 2. Igen. Hogy a március 7-e a Tamás nap, mert én nem szerettem volna, hogy összecsúszson, és akkor egy időben legyen. Igen. Már születésnapom is nagyon közelnek tartom a karácsonyhoz, azért február is az olyan közel van. De jó, tudni kell születni. Ők azt mondják, hogy jó, akkor ezt kapod, és akkor ebben benne van, tudod, a születésnap. Akkor le van tudva egész évre. Születésnap, négy nap, karácsony, minden. Nem, az ajándékozásnak úgyis nem az a lényeg, hogy kapsz valamit, hanem annak a meglepetés része. Még ha egy olyan dolgot kapsz, amire egyébként úgyis szükséged van, természetesen nem mindig olyan ajándékot veszünk a másiknak, ami teljesen haszontalan, hanem ami azért hasznos. De a meglepetés elemét kivenni belőle az elveszi a dolog lényegét. Kicsit túlépén a karácsonyon, itt van évvége, hogy ilyenkor évvégén mindenki átgondolja ezt az évet, hogy milyen volt, mi volt a jó, mi volt a rossz, milyen nehézségek voltak. Ugye főleg ebben a helyzetben neked magánemberként, politikusként nagyon sok mindennel kellett ugye szembesülni. Vége lett a Covidnak, most már tényleg egy nagyon enyhe kis járványjá, influenza-szerű járványjá zsugorodott össze szerencsére, de megjött az új kívás, amit említettél, hogy az energiaválság, a hibás brüsszeli szankciók, az elképesztő drágulás, az infláció, és ki tudja, hogy még mit hoz ez magában, mit tartogat még magában, és megbeszéltük, hogy annyira nem akarunk politizálni. A következő kérdésem ezt is fogja érinteni, hogy mi volt neked a legnehezebb ebben az évben magánemberként, illetve politikusként, hogy el lehet-e különíteni, és nyilván, amit említettem, ez a mostani folyamat, hogy zajlik Európában, hogy ez mennyire nyomta rá a bélyegét mondjuk arra, hogy ez egy nehezebb év legyen számodra. A világ, a történései, hogy a környezetünkben, a körülöttünk lévő világban történő dolgok természetesen hatással vannak ránk és az életünkre, mindannyiunk életére, akármit csinálunk és akárhol dolgozunk, akár a gyerekek, a felnőttek, a nyugdíjasaink életére, mindenkinek az életére. Február 24-én kitört egy háború, amiről senki nem gondolta, hogy ki fog törni, és hogy az oroszok ezt a lépést megteszik, és nagyon sokszor elmondom, hogy azok a szakemberek, akiknek az a dolga, hogy azt elemezzék, azt a helyzetet, ami akkor a határon kialakult, és abból levonjanak következtetéseket, ők nagyon jól dolgozták fel a rendelkezésükre álló anyagokat, akárhonnét is érkeztek ezek az információk. Nagyon jól elemezték, és nagyon jól rakták össze, amikor azt mondták, hogy
az az erő, ami az orosz-ukrán határon van, az alkalmatlan arra, hogy Oroszország a siker reményében megtámadja Ukrajnát. És ez így együtt volt igaz. Nem azt mondtuk, nem azt mondta akármelyik hírszerző szolgálat, hogy nem fog támadni, hiszen nem, azt nem tudja senki, hogy most mit gondol az, aki dönt, milyen gondolatok forognak a fejében, és hogy azt senki nem tudja, és senki nem is képes ezeket az információkat megszerezni, de amit látsz, és ami a szemed előtt van, talán egy kicsit mélyebben, mint ami a szemed előtt van, fel tudják deríteni, hogy mik történnek, és abból azokat elemezve tudnak következtetésekre jutni. Ennek alapján ezt jól mondták, hogy ezzel a 116-116 harccsoporttal a siker reményében nem lehet megtámadni Ukrajnát. Meg lehet támadni, ez lett belőle. Igen, tehát lehet rossz döntést hozni, ez egy nyilván van rossz döntés, volt, nem csak azért, természetesen elsősorban azért, mert Oroszország az agresszor, és minden ok nélkül megtámadott egy másik országot, egy független államot. De azért is rossz döntés, mert nem volt meg hozzá a képessége. Uh-huh. És ez azóta az egész évünkre rányomja a bélyegét, mert ez volt az a történés, amiből születtek azok a bizonyos szankciók. Ma már a 9., lassan a 10. szankciós csomagnál járunk, amelyeket végig gondolatlanul hoztak meg azok a brüsszeli döntéshozók, akik ezeket a döntéseket meghozták. Mi minden egyes alkalommal harcoltunk azokban az esetekben, amikor Magyarország érdekei ellen lett volna a döntés. Tehát nagyon sokszor hallom a parlamentben, ugye mögöttem, ha a honvédelmi minisztert képviselem a parlamentben, akkor azon szék mögött az ellenzékül. És hallom, hogy de hát Orbán is megszavazta. Mit? Tehát minden egyes alkalma, ami a mi érdekeink ellen volt, azért küzdöttünk. Meg vannak jelképes szavazások, aminek egyébként semmi jogereje nincs. Igen, hát ott nincs ilyen feltartom a kezem, vagy megnyomok egy gombot a parlamentben. Igen, az Unióban és a NATO-ban a szavazások nem így történnek. Ez meghatározta ezt az évet, mert akkor márciusban Versailles-ban még arról volt szó, hogy energiáról nem fognak szólni a szankciók, mégis lettek energiaügyeket érintő szankciók. Megláttuk, hogy milyen magasak lettek az energiárak. Azóta ezzel küzdünk, ezzel természetesen együtt járt és jár az infláció, de itt van a nyugdíjemelésről meghozott döntés, a 13. havi nyugdíj emeléséről meghozott döntés. Igyekszünk mindent megtenni, hogy azok, akik a legvédtelenebbek, a nyugdíjasaink, ne érezzék meg. Megállapodás van a minimálbérről, bérminimumról. A tanárok meg fogják kapni azt a 10%-ot, amelyet megelőleg ez a magyar kormány a döntésével, hogyha ugye tegnapi hír, hogy lesz aláírás mind a helyreállítás alap, mind pedig az Európai Uniós kohéziós alap és az operatív programok kapcsán, tehát ha meg lesz a forrás, akkor meg tudjuk adni azt, amit ígértünk a tanároknak is, ezt a 10%-ot január 1-én meg fogjuk előlegezni, nekik el fognak indulni minden reményünk szerint a programok, az Európai Uniós programok. Próbálják, persze, én is olvasom a híreket, és látom, hallom Facebookon, különböző portálokon, hogy micsoda sikertelenség, micsoda bukás ez. Igen, mint a teljesen más dimenzióban élnék. Ugyanazt olvassuk, vagy ugyanazt a filmet nézzük, valami egészen más moziban ülnek, és egészen más filmet nézzük. Nincs vége még a tárgyalásoknak, a tárgyalások még folytatódnak, de azokat a vállalásokat, amelyeket
mi tettünk, és amit vállaltunk, azt megtettük, és ha meg lesznek az aláírások, akkor megnyílik az út, nem vesztünk forrást. A 7 éves költségvetési ciklusban 7 év áll rendelkezésre a források lehívására, és igen, egy vitát, és a vitát itt most értsd jól, és kérem a nézőket, hogy értsék jól, a vita az nem veszekedős vita, hanem a vita az, amikor neked is van egy véleményed, azt képviseled, nekem is van, és majd valamilyen kompromisszumra jutunk. De jó döntés és jó kompromisszumra jutottunk a globális minimumadó ügyében. Ez nekünk Fehérvárjának azért jó, mert ha az iparűzési adó része a globális minimumadónak, akkor igenis van iparűzési adó. És ez egy win-win, ahogy ezt ma szokták mondani, szituáció, mert született egy kompromisszum, és az iparűzési adó, ami nekünk Fehérvárjának azért fontos, hogy ez mint egy 20 milliárd forintos bevétele a városnak, amit fejlesztésre tud fordítani, és úgy tud fejlesztésre fordítani 20 milliárd forintot, hogy azok a cégek és azok a vállalkozók is úgy érzik itt Székesfehérváron, hogy jó fejlesztésekre, jó ügyekre, jó beruházásokra adják oda ezt a pénzt, és nem kell más módon adót kivetni a városnak. Ezek olyan kompromisszok és olyan megegyezés, ami azt hiszem, hogy... Hatalmas nagy dolog természetesen, hogy, persze, hogy ez nem, az létrejött. Valahogy előre kell lépni. Valahogy előre kell lépni. Akkor nem tudunk előre lépni, és akkor vagyunk csapdahelyzetben, amikor van egy vita, és abban közelítünk a megegyezés felé, és akkor kívülről valamiféleképpen nyilvánvalóan gondoljuk, hogy miért, de politikai szálat is belevisznek ebbe, és nem a lényegről van szó, amiről meg kell egyezni, hanem hogy ja, de akkor a gyermekvédelmi törvény, ja, de akkor a migráció ügye, amik nem tartoznak ahhoz a vitához, ami éppen de ugye sem mindig belehozzák, persze, ezt tudjuk nagyon természetesen jól. Igen, hát ez évek óta látható és érzékelhető. Nagyon kevés időnk van már a műsorból, ugye igen, karácsonyt igen. Letudtuk, jön 2023-as esztendő, nyilván azon is gondolkodsz, nem csak összegezvén ezt az évet, hanem hogy jövőre mik a nagy-nagy tervek, akár a magánéletedben, akár pedig mondjuk a szakmádban, a munkádban, van-e valami nagy dolog, amit meg szeretné mindenképpen valósítani és elérni, ami így belátható jövőn belül mondjuk tető alá hozható? Hát amikor áprilisban megnyertük a választásokat, megnyertük ezt a választókörzetet, és negyedik alkalommal képviseltem én már Székesfehérvárt az országgyűlésben, amit ezúton is köszönök szépen a fehérvárjaknak, és igyekszem megszolgálni a bizalmat. Miniszterelnök úr úgy döntött, hogy ismét a Honvédelmi Minisztériumban államtitkárként segítsem a mi közös ügyünket és közös céljainkat. És azt hiszem a legfontosabb dolgom a miniszter helyettesekként, a parlamenti államtitkárként segíteni Szalai Bobrovszky Kristóf miniszter úr munkáját, elképzeléseit, azt, amit ő, mint miniszter, honvédelmi miniszterként tenni szeretne ebben a ciklusban, ami nagyon egyszerűen megfogalmazható, egy erős és ütőképes és magabízó és elkötelezett honvédséget, hadsereget szeretne felépíteni, és ebben én minden erőmmel fogom őt segíteni, hiszen ez a közös célunk. Nagyon sokáig csak arra volt erőnk, hogy a felszínen tartsuk a magyar honvédséget. Nem volt az országnak több képessége, nem volt forrása arra, hogy lépegessünk igen. előre. Most ebben a nehéz helyzetben is az a kormány határozott elképzelése, hogy a haderő fejlesztésére szükség van, és ugye, amit mindig hangsúlyozunk, a másik oldal, a vasat, a haditechnikai eszközt meg lehet vásárolni, ha van pénz. Ez pénzkérdés. Jó alkukérdése is, hogy mellette
mellette még egyéb fejlesztések is jönnek az országba, hadipar is teremtődik, az természetesen nagyszerű, de a vasat azt meg lehet vásárolni. A legfontosabb, hogy a vas önmagában nem ér semmit. Egy képesség, egy honvédelmi képesség, akkor képesség, hogyha haditechnikai eszköz mellé katona is van. És ez a legfontosabb feladatunk. Szeretnénk miniszter úr elképzelései alapján olyan szélesre tárni ezt a kaput, amilyen szélesre csak lehet, és hívni a magyar fiatalokat, hogy jöjjenek, és aki fontosnak tartja a haza védelmének ügyét, az jöjjön önkéntes, tartalékosként, szerződéses katonaként, hivatásosként. Nem szeretnénk mi előre kitalálni, hogy milyen kis ajtókon lehet bejönni. Egy ajtó van, ami nagyon széles, és majd bent kiderül, hogy ki mire alkalmas, képes, mit szeretne. Ne döntsük el előre, hogy ja, te azon az ajtón gyere be, és csak az lehetsz. Ez a kihívás, ami előttünk áll, ez a munka, amit el kell végeznünk az elkövetkezendő években, és szeretném minél tovább látni az unokáimat felnőni, mert ez egy fantasztikus élmény. Röviden 2, 4, 6 és 8 évesek, két lány, két fiú, fantasztikus élmény látni őket, és hallani őket, ahogy egyre okosabbak, egyre többet tudnak, látnak a világról is, és az is egy fantasztikus dolog, hogy segíteni őket abban, hogy ezt a világot jól megértsék, és nekünk is nagyszerű életük legyen. Szép végszó volt, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.